Államfői látogatás. Egyre több a természeti csapás Magyarországon is. A károsultakon egy úgynevezett katasztrófavédelmi alap segíthetne a jövőben, jelentette ki a köztársasági elnök a korábban jégeső sújtotta Rozsájon. Energetikai szakvélemény. Nem csak a nagyvállalatoknak, hanem az önkormányzatoknak is kötelező energiamegtakarítási intézkedési tervet készíteni. Erszényes szaporulat. Már láthatóak a nemrégiben született vörös óriás kenguruk a Nyíregyházi állatparkban. Egyre több a természeti csapás Magyarországon is. A károsultakon egy úgynevezett katasztrófavédelmi alap segíthetne a jövőben, jelentette ki Áder János köztársasági elnök, a korábban jégeső sújtotta Rozsájon. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az államfő arról is beszélt, azért látogatott az önfenntartó községbe, hogy személyes jelenlétével hívja fel a figyelmet a rozsái program példaértékére. Ezek a felvételek tavaly júniusban készültek, közel egy évvel ezelőtt hatalmas égeső sújtott több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települést. A vihar nem kímélt állatot, növényt és ingatlant sem, Rozsájon szinte nem volt olyan ház, amelynek tetőszerkezete éppen maradt volna. Még mindig akadnak olyan ingatlanok, amelyek tetőszerkezete sérült, de a legtöbb ingatlant és önkormányzati épületet már felújították. Az összefogásáról és önfenntartásáról is híres Rozsájra érkezett kedden a köztársasági elnök. Áder Jánost a település polgármestere köszöntötte, majd a művelődési házban a helyi közösségi élet meghatározó szereplőivel értekezett az elnök. Ott többen arról kérdezték, lesz-e valamilyen kormányzati segítség a jégeső után. Egyre gyakrabban vannak olyan természeti katasztrófák, amelyek egyre súlyosabb károkat eredményeznek akár közintézményekben, akár magánépületekben. És hallhattuk azt, hogy részben a szegénység okán, részben talán a figyelmetlenség okán nagyon sok ingatlan nem volt biztosítva. De ahol biztosítva volt, ott is a biztosító nem térítette meg a teljes kárt, hanem volt, ahol csak a 18-20%-a térült meg a kárnak, ami őszintén szóval nem egy jó arány. Tehát nyilván nagyon sokan elégedetlenek voltak a biztosítónak a tevékenységével, és ez felveti azt a gondolatot, hogy na akkor hogyan lehetne változtatni azon a helyzeten, hogyan lehetne egy olyan, most hadd mondjam így, hadd nevezem így, de még ez nagyon távoli ötlet, egy kicsit szakemberekkel végig kell gondolnunk, egy olyan katasztrófa alapot létrehozni, ami ezekre a helyzetekre az ország minden szegletébe megoldást nyújthat, mert az biztos, hogy a biztosítók továbbra sem fogják kifizetni a kár teljes egészét, ez a gyakorlat ez nem nagyon fog változni, az is biztos, hogy egyre több természeti katasztrófával kell számolnunk, és az is biztos, hogy ezek az emberek valamiféle segítségre, állami segítségre szorulnak, hiszen az önkormányzatoknak sosem lesz annyi pénze, hogy érdemi segítséget tudjanak nyújtani, örülnek, hogyha a saját kárukat valamilyen módon orvosolni tudják. Tehát ezen én majd néhány kollégával és néhány ehhez ért emberrel elkezdünk gondolkodni, hogy hátra tudunk valami épeszű megoldást találni erre a problémára, hogy hosszú távon, ha mondom visszamenőleg nem is, de hosszabb távon a jövőre nézve valamilyen megoldást ez jelentsen. A köztársasági elnök azért látogatott el Rozsájra, hogy megnézze az önfenntartó községet és személyes jelenlétével hívja fel a figyelmet a rozsái program példaértékére. Áder János a helyi gazdák és a közfoglalkoztatottak munkáját is láthatta. Ezen az önkormányzati földön többek között hagymát és epret is termesztenek. Az önkormányzat rendelkezik 60 és 100 közt is értésállományán, de attól függ, hogy mennyi a szaporat és mennyi a vágás. Önkormányzatok van 16 lova, ez az állatállományra. Földterülete az 100 hektáron gazdálkodik körülbelül. Ennek egy részét start, mint a program keretében művel, a másik részét pedig saját erőből használja föl. Ezeken minden egyes olyan termény megtermel, amire szükség van a helyi gazdaságnak, hogy lélegezzen, hogy éljen, hogy működjön. A köztársasági elnök Rozsáj gyümölcsfeldolgozó üzemében is járt, valamint megtekintette a falu lakossági terményraktárát és a rozsái jóléti boltot is. Nem csak a nagyvállalatoknak, hanem az önkormányzatoknak is kötelező energia megtakarítási intézkedési tervet készíteni. Az energetikai szakreferenseknek jelentést és szakmai álláspontot kell közreadniuk az intézmények és gazdasági szervezetek energiafelhasználásáról, annak esetleges csökkentéséről.
Az energiahatékonyságról szóló törvény változása alapján a szakreferens segítségét a cégeknek június 30-áig kötelező igénybe venniük, és ezt regisztrálni kell a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnál. Energiatakarékos fűtésrendszereket és sok helyen az elektromos áram kiváltására is megújuló energiát használnak fel. Ma már nem csak az ipari cégek, üzemek, hanem a közintézmények is. Az Európai Unió jelentős összeggel támogatta és jelenleg is segíti ezeknek a rendszereknek a kiépítését. Így jelentős összeggel csökkenthetik rezsijüket az önkormányzati és állami intézmények is. Az Unió amellett, hogy támogatja a megújuló energiák használatát és ösztönzi az energiahatékonyságot, szabályozza is, hogy évente 1,5%-os energiamegtakarítást kell elérnie hazánknak. Az Unió ugyanis ötödére akarja csökkenteni a jelenlegi energiafelhasználást 2020-ig. Az energiahatékonyság nem csak a cégekre, vállalkozásokra vonatkozik, hanem az önkormányzatoknak is kötelező energiahatékonysági tervet készíteni. Erről tegnapi 35 perc című műsorunkban beszélt a szakmérnök, aki a vállalatoknál és intézményeknél alkalmazott energetikai szakreferensek feladatairól is szólt. Minden olyan, ami az energia megtakarítással kapcsolatos, annak az feladata az energetikai szakreferensnek. Ez indulhat az energia beszerzésétől, az energia a megtakarításig, a fejlesztési koncepció kidolgozásáig, és a havi és éves jelentésekig, hogy folyamatosan kontrollálja azokat az intézkedéseket, azokat a tevékenységeket, hogy hol és mikor mennyi energiát takarított meg az önkormányzat, illetve a gazdálkodó szervezet. A törvény szabályozza, hogy az energetikai szakreferens csak külső szakértő lehet, nem lehet belső foglalkoztatott. A szabályozás változása azokat a gazdálkodó szervezeteket érinti, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 ezer kilowattóra villamos energiát, vagy a 100 ezer köbméter földgázt, vagy 3400 gigazsúl hőmennyiséget. A június 30-ai határidő a 250 főnél nagyobb vállalat vonatkozik, ahol az éves bevétel 50 millió eurónál magasabb. Az összes többi vállalkozásnak még van egy éve a jelentési kötelezettségre. A szakmérnök azt is kiemelte, hogy a szakreferens alkalmazásával sokat nyerhetnek a cégek és az önkormányzatok is. Számtalan olyan pályázatot készítettünk önkormányzatok, iskoláknak, óvodáknak az energetikai felújítására. Hát egy 40 éve épült épület, a maga épületgépészetével, nyilászáróival, falazataival, ha azt ma konszervűen felújítjuk, akkor körülbelül 50-70% energiamegtakarítás várható el. Az elmúlt 10-15 évben megépített vagy felújított épületek már jó vagy kiváló energiabesorolást kapnak, de az energetikai tanúsítás a járművekre nézve is kötelező. Gázvezetéket vágott át egy munkagép ma délelőtt leveleken a Rákóczi utcában. A gázszivárgás miatt biztonsági zónát jelöltek ki 100 méteres körben, amelyben egy óvoda, egy orvosi rendelő és egy lakóház is volt, tájékoztatotta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A beavatkozás idejére 113 embernek kellett elhagynia átmenetileg az épületeket, csak nem 40 épület maradt gázszolgáltatás nélkül. A baktalórendházi hivatásos tűzoltók védősugár mellett a gázvezetéket elszorították és biztosították a helyszínt a gázszolgáltató munkatársainak a kiérkezéséig. Személyisérülés nem történt, az érintettek egy órán belül visszatérhettek lakhelyükre és az intézményekbe. Már láthatóak a nemrégiben született vörös óriás kenguruk a Nyíregyházi állatparkban. A parkban 3 éve élnek vörös óriás kenguruk, az eddig egy ivarérett hímet és 4 nőstényt számláló csapatban, ebben az esztendőben 2 nősténynek is született kölyke. Már néha-néha kikandikálnak anyjuk erszényéből a vörös óriás kenguru bébik a Nyíregyházi állatparkban. A jelenleg még az anyjuk zsebében élő 2-3,5 hónapos kölykökkel együtt már 7 tagot számlál az országban csak Nyíregyházán látható kenguru csapat. A parkban 3 éve élnek vörös óriás kenguruk, az eddig egy ivarérett hímet és 4 nőstényt számláló csapatban, ebben az esztendőben 2 nősténynek is született kölyke. A szerencsésebb vendégek már megpillanthatják az új szaporulatot a park kifutójában. Valamennyi kengurufaj jellemzője, hogy az utód nagyon fejletlenül jön a világra.
Az apróság, mikor világra jön, mindösszesen 1 grammos. Éppen ezért nem is tudjuk, hogy pontosan mikor jönnek világra, hiszen születés után annyi ereje van a csupasz, vak és szőrtelen apróságnak, hogy bemászik az elszínbe, és körülbelül 2,5-3 hónapig onnan ki se bújik. Mikor olyan 3,5 hónapos, akkor ő kandikál ki először a fejébe, és innentől látjuk, hogy hány szaporulat van itt a nyíregyházi állatparkban. Jelenleg egyébként 1 ivar érett hímünk van, és 4 nőstényünk, és 2-nek közülük most már kölyke is. És valami hatalmas újdonság, hiszen az országban csak itt látható ez a különleges faj. Ahogy a kölyök növekszik, egyre több időt tölt az erszényen kívül, végül 240 naposan végleg elhagyja azt. Ausztrália ikonikus állata a kontinens belső, vízben szegény területein honos, és a világ legnagyobb ma élő erszényes állatának számít. Míg a nőstények körülbelül 40 kg-osak, a hímek akár 90 kg testtömegűek is lehetnek. Táplálékuk általában fűfélékből áll, de cserjék leveleit egyaránt fogyasztják. Táplálékban gazdag időszakokban akár 100 egyedből álló csoportokban is élhet, és akár 50 km/h sebességgel képes ugrálni. 5 végzős alkalmazott fotográfus diák zárókiállítása nyílt meg a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A tárlatról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Ungváron játszik kedd este a magyar labdarúgó öreg fiúk válogatott. Ukrajna a Szovjetuniótól való függetlenné válása utáni első válogatott meccsét Magyarország ellen játszotta 25 évvel ezelőtt. Erre a találkozóra emlékeznek a nosztalgia mérkőzéssel. Szombaton Nyíregyháza ad otthont az országos streetball sorozat idei második rendezvényének. A Kossuth téren és környékén kialakított 11 pályán 6 kategóriában mérhetik össze tudásukat a 3 fős lány, illetve fiú csapatok. Öt végzős alkalmazott fotográfus diák záró kiállítása nyílt meg a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A nyíregyházi művészeti szakgimnázium tanulói a diákévek alatt készült munkáikból válogattak. Közülük 2 oklevelet is kaptak az országos középiskolai fotópályázaton. Az elmúlt 5 év munkáiból válogattak évvégi záró kiállításukra a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium képző és iparművészeti tagozat alkalmazott fotográfus diákjai. Az 5 végzős tanuló ezúttal saját kedvenceit mutathatta meg a közönségnek. A megnyitón Csutkai Csaba fotóművész kiemelte, a nyíregyházi diákok azért is kimagasló tehetségek, mert a művészeti szakgimnáziumban komplex képzésen tanulnak. Így például a művészettörténet vagy a filmesztétika órák sokat segítenek a gyakorlatban. Az, hogy ez a tehetség mennyire lesz folytatható, vagy mennyire fogják megérteni azt, hogy a tehetség az az egész életüknek, művészetüknek, alkotásiknak 5% és a hozzáállás az pedig 95%. Bízom benne, hogy ez a két párosítás meg lesz az ő lelkükben, szívükben, és örömünk lesz még az ő képeiknek a nézése. A fotóművész beszédében hozzátette, tapasztalatai alapján a képzés során a 2. és 3. évben alakul ki a diákok saját képalkotási szemlélete. Az utolsó 2 évben a megszerzett tudásukat csiszolgatják, amelyből kialakítják sajátos látásmódjukat. A nyíregyházi diákok tehetségét az is jelzi, hogy Hajdú Beáta dobogós helyezést ért el nemrégiben egy országos versenyen. Az országos középiskolai fotópályázaton lettem 2. helyezett, ez egy sorozat végül is, mindegyik épp összefüggésben van, a másikkal egy történetet mesélnek el, számomra közelálló történetet. Hát igazából ez egy nagyon meghatározó része volt az életemnek, ezért szerettem volna ezeket képformájában megjeleníteni, ez ilyen 4-5 hónapon keresztül készült, és igazából hát mindegyik egyéni ötlet alapján. Serbán Ágota, a szintén művészet is végzős diák, pedig külön díjat kapott az országos középiskolai fotópályázaton. Oklevelét ő is a kiállítás megnyitóján vehette át. Ungváron játszik kedd este a magyar labdarúgó öreg fiúk válogatott. Ukrajna a Szovjetuniótól való függetlenné válása utáni első válogatott meccsét Magyarország ellen játszotta 25 évvel ezelőtt. Erre a találkozóra emlékeznek a nosztalgia mérkőzéssel. A magyar csapat hétfőn Nyíregyházán hangolt a meccsre.
1992. április 22-e jelentős nap az ukrán labdarúgás történetében. Az ország válogatottja akkor játszotta a Szovjetuniótól való függetlenné válása utáni első nemzetközi mérkőzését. A helyszín Ungvár, az ellenfél pedig Magyarország válogatottja volt. A Jenei Imre által irányított vendégek 3-1-re győztek. Erre a találkozóra emlékeznek kedden Ungváron. A magyar csapat hétfőn érkezett Nyíregyházára, ahol az örökösföldi pályán edzettek a korábbi szövetségi kapitány Gellei Imre irányításával. Ez egy nosztalgia mérkőzés lesz, 25 éve lett független állam Ukrajna, és az első mérkőzést Magyarország ellen játszották. Akkor egy nagyon nehéz első fél idő után sikerült 3-1-re nyerni a csapatnak. Most szeretnének revansot venni rajtunk, úgyhogy állunk elébe, és azokat a játékosokat hívtam meg, akik akkor szerepeltek. Jó pár játékos van ilyen, például Mónos Tamás, Telek András, a Halmai Gábor, Illés Béla sajnos nem tudott eljönni, mert sérülés szenvedett, de itt van a Détári Lajos is, úgyhogy egy nagyon jó összetételű gárdával érkezünk. A magyar válogatottban összesen 13 alkalommal pályára lépő Salló István számára különösen emlékezetes a 25 évvel ezelőtti mérkőzés. Ez volt az első válogatott meccsem, amellett, hogy ez egy történelmi mérkőzés az Ukrán Labdarúgó Szövetség részére. Számomra is az volt, mert első meccs, első gólom, és akkor úgy minden nagyon kereknek tűnt. Az elvárás alapján egyértelműen nyernünk kellett, és így, hogy nyertünk, így is elég sok kritikát kapott az a csapat, tehát a játékunk nem volt az igazi. Jenei Imrének egy új alakuló válogatottja volt, sok új arccal. Nyilván a játék nem volt gördülékeny, de maga a hangulat szenzációs volt, ahogy fogadtak minket, úgyhogy abszolút átitatta a mérkőzést az a hangulat, ami ott körülvette ezt az eseményt. A negyed századdal ezelőtti meccs visszavágóját még abban az évben megrendezték, augusztusban Nyíregyházán szintén a magyarok nyertek 2-1-re. Gellei Imre együttese ezúttal is a győzelem reményében lép majd pályára. Magunk felé egy elvárás is lehet, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az ellenfél rendszeresen jár bemutató mérkőzésekre, úgyhogy biztos, hogy nem lesz egy könnyű feladat. Meglehetősen nagy a népszerűsége annak az együttesnek is. Most álltunk össze a legjobb érzésekkel, és bízunk benne, hogy örömet okozunk mindnyájuknak. A csapat vezetője, Magyar Zoltán még elmondta, szeretnék, ha az öreg fiúk válogatott a jövőben rendszeresen találkozna, és évente 4-5 mérkőzésen láthatnák a szurkolók a korábbi klasszisokat. Szombaton Nyíregyháza ad otthont az országos streetball sorozat idei második rendezvényének. A Kossuth téren és környékén kialakított 11 pályán 6 kategóriában mérhetik össze tudásukat a 3 fős lány, illetve fiú csapatok. A sportág teremben űzött változatának bajnokságai már a végükhöz közelednek, viszont a szabadtéri szezon még csak nemrég kezdődött el. Az Adidas Streetball sorozat május végén Kőbányán rajtolt, a második rendezvénynek pedig június 3-án szombaton a nyíregyházi Kossuth tér ad majd otthont. A rendezvény picit más lesz a korábban megszokottaknál, mivel 25. születésnapját ünnepli az 1993-ban elindított szabadtéri sorozat. A 25. alkalom egy jeles évfordulója a streetball rendezvényeknek Magyarországon. Ugye Nyíregyházán nem volt mind a 25 alkalommal. Volt egy időszak, amikor egy kicsit szünetelt a streetball, és néhány évvel ezelőtt a Nyíregyházi Sportcentrum rendezésével tért vissza hozzánk, és nagyon örülünk annak, hogy újra részesei lehetünk egy ilyen országos versenysorozatnak. Egy picivel több látványosság lesz, több fellépő lesz, és hát ami a legfontosabb az, hogy a Face Team is itt lesz Nyíregyházán, és ők is egy bizonyos showval fognak kedveskedni a kilátogatóknak. A centerpálya mellé még 10 pályát rajzolnak fel, azokon játszhatnak majd egymás ellen a 3 fős csapatok. A kenguru korosztály kivételével a másik 5 korcsoport képviselői a Nemzetközi Szövetség 3x3 World Tour versenyére is nevezhetnek egy regisztrációval. A szervezők reményei szerint akár a 100-at is elérheti az induló csapatok száma. Az előző évek tapasztalatából azt mondhatjuk, hogy nagyon népszerű, hiszen a nevezett csapatoknak a létszáma az Nyíregyházán az elsők között volt mindig. Úgyhogy most is arra buzdítanám az embereket, hogy jöjjenek, és legyenek részesei ennek a rendezvénynek, akár nézőként, akár játékosként, akár csak érdeklődőként, de mindenféleképpen úgy gondolom, hogy megéri eljönni hozzánk. A mérkőzések szombat reggel 9 órakor kezdődnek, és az induló csapatok számától függően valamikor a délutáni órákban érnek véget. A győztes együttesek bejutnak az országos döntőbe, amelyet szeptemberben Budapesten a Magyar Kosárlabdázás napján rendeznek meg. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban.
Egyre több a természeti csapás Magyarországon is. A károsultakon egy úgynevezett katasztrófavédelmi alap segíthetne a jövőben, jelentette ki Áder János köztársasági elnök a korábban jégesül sújtotta Rozsájon. Az államfő arról is beszélt, azért látogatott az önfenntartó községbe, hogy személyes jelenlétével hívja fel a figyelmet a rozsái program példaértékére. Nem csak a nagyvállalatoknak, hanem az önkormányzatoknak is kötelező energiamegtakarítási intézkedési tervet készíteni. Az energetikai szakreferenseknek jelentést és szakmai álláspontot kell közreadniuk az intézmények és gazdasági szervezetek energiafelhasználásáról, annak esetleges csökkentéséről. Már láthatóak a nemrégiben született vörös óriás kenguruk a Nyíregyházi Állatparkban. A parkban 3 éve élnek vörös óriás kenguruk. Az eddig 1 ivarérett hímet és 4 nőstényt számláló csapatban ebben az esztendőben 2 nősténynek is született kölyke. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 30-án kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap a mainál még melegebb, de zivataros időre számíthatunk. Az észak felől közeledő hidegfront előtt szerdán már nedvesebb levegő érkezik fölénk. Reggelig változóan felhős idő várható, zápor is előfordulhat. A változó irányú szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak. Főleg délután zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódik. Délutánra 29 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB-sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. A hét második felében változékonyabb, de továbbra is meleg időjárásra lehet számítani. Csütörtökön a záporokat, zivatarokat okozó, szakadozott felhőzetű hidegfront még itt hullámzik felettünk. Emiatt nem várható zavartalan napsütés. A hétvégén napos idő várható, erőteljesebb gomoly felhő képződéssel. Vasárnap egy újabb, de már erősebb hidegfront éri el térségünket, ami viharossá fokozódó szél és záporok, zivatarok kíséretében átvonul felettünk. A jövő hét elején változékony, de meleg időjárás várható, záporokkal, több-kevesebb napsütéssel.